Jó estét kívánok, ez a kultúrfelelős, a adás mai vendége Keleti Éva, Kossuth Díjas fotóművész. Én ezt írom ki alá, hogy fotóművész, nem azt, hogy fényképész, nem azt, hogy fotográfus, hanem azt, hogy fotóművész, mert én nagy művésznek tartalak. Nagyon szépen köszönöm, bár én jobban szeretem a fotográfus szót, mert ki határozza meg, hogy mi az a művészet. Hát szóval azért azt nehéz meghatározni. Hát a művészet az egy szubjektív dolog, abszolút. És ha én szubjektív lehet, akkor én hadd írjam oda, hogy te fotoművész vagy, mert nekem a fotográfus az egy kicsit nekem a műtermi fotósra, vagy a hírfotósra asszociál inkább, mint a művészre. Márpedig te művészi képeket csináltál. Igen, de én alapvetően fotoriporter voltam, és ebből nőttem ki. Tehát én azért nem szeretem a fotoművészetet, mert én alapvetően fotoriporternek vallom magam, és nekem a fotográfus azt jelenti, hogy ez egy picit emelkedettebb annál, aha, mint a fotoriporter, tehát sokkal több van az egyéniségben. A fotoművésznek még emelkedettebb, mint igen, a fotográfus. Igen, de az olyan nagyképű néha. Ha én mondom. Jó, ha te mondod, ha én mondtam, hogy azt írjuk ki alá, akkor nem. Fotoriporterként kezdted, és ahogy egy interjúban elmondtad, hogy te mindenképpen, amikor már oda kerültél a művészek közelébe, akkor meg akartad újítani a színházi fotografálást. Ezt hogyan képzelted? Hát a színházi fotografálás az tulajdonképpen egy teljesen reprodukciós műfaj volt, tehát semmi köze nem volt a fotósnak, oda ment a fényképezőgéppel, a rendező azt mondta, hogy reklámra ezek a képek kellenek, ezt megcsinálták, jó napot kívánok, hazamenni. Ez volt a standfotó, nem? Ez nem, ez a filmgyárban van a standfotó, ez a színház. De ott is ilyen beállított jelenet. Igen, azzal volt a differenciával, hogy itt néhány kép, ami fontos volt a színháznak. Na most, amikor elkezdtem színházba járni, akkor rájöttem, hogy olyan értékek vesznek el, amit nem lehet pótolni. Tehát itt olyan alkotások, olyan rendezések vannak, és megpróbáltam, és nem csak én, hanem mondjuk a Kornis Péterrel egy kis éket vágni ebbe. Ez úgy kezdődött, hogy megkértük azt, hogy végszavakat felírtuk, hogy akkor játsszák el ezt a jelenetet nekünk. Akkor persze a színészek morogtak, mert mi az, hogy még egyszer. De amikor látták az eredményt, a képeket, akkor szívesen csinálták. És hát akkor az... még láthatták az eredményt, mert ugye volt filmszínház muzsika, új tükör, volt egy pár olyan lap, ahol amiben meg is jelent, így van. Igen. Sőt, a napi lapokban is megjelent. Na most azon kívül, hogy látták az eredményt, látták azt, hogy mennyivel jobban tükrözi az előadást azt, hogyha ez élő, még ez még mindig nem volt élő, ez az volt a szerencsék, hogy egyszer a technika, az érzékeny film megjelent, tehát addig, amíg mi 18 dinnes filmmel, érzéketlen filmmel dolgoztunk, akkor egyszer elkezdett ez fejlődni, és egy 27 dinnes filmet kezdtünk dolgozni, és akkor én rájöttem arra, hogy miért kell ezt végszavazni. Hát én ülök a nézőtéren, és ami nekem tetszik, azt én megcsinálom. Mert már olyan géped van, illetve olyan filmem van, gép még hogy nem el volt, tudsz kapni egy pillanatot, tudok, akkor van. Is, ha nem állnak meg. Pontosan, pontosan. És ennek nagyon-nagyon nagy ellenzéke volt a színészek között, mert ugye a fényképezőgép csattog, és akkor mindig azt mondták, hogy szétveritek a próbát. És amikor megint látták az eredményt, hogy ez mennyivel másabb, és hogy olyan dolgokat is látnak, amiket tulajdonképpen ők megcsinálnak, de ennek nincs visszhangja, vizuális visszhangja, akkor sokkal nyugodtabbak voltak. Tehát körülbelül egy fél év, háromnegyed év után ez a menjenek a fotósok, ne csattogjanak, nem tudok koncentrálni dolog, elmúlt. És akkor tálcán vártak minket. Most én a fotók bemutatását, ugye rengeteg fotóból válogathattam, neked köszönhetően. Ha nem volt 300 kép, akkor egy se. De most egy olyannal kezdeném, amikor nem tudtál beszélgetni az illetővel, vagy nem tudtad a próbán elkapni, amit el lehet, hanem egy előadásból fotóztál, ez pedig talán a leghíresebb képed, és ezzel akartam elkezdeni, ez az Elvin Eli táncegyüttesnél. Kijött egyszer csak egy fekete nő a színpadra, akinek az arcát tulajdonképpen nem is lehet látni, most mindjárt megnézhetjük az Extázis című fotódat.
ugye nem lehet látni, és egyszerűen egy fantasztikus pillanatot kaptál el, amikor is, ha jobban megnézed te is, hogy minden tű éles ezen a fotón. Igen, nem minden tű éles, hát, mert a lényege, a repülőruha, hát, az bemozdult, tehát ettől repül a ruha, de tű éles. Van egy olyan kontrasztja, így hogy van, ugye van. Tű éles. Na most el kell mondanom, hogy sokszor megkérdezték, hogy mi van előtte és mi van utána. Semmi. Ez jött, ez a nő repült, én adott szituációban nem jó helyen álltam, és nekem repült, és megnyomtam a gépet, és ez lett. Tehát én ennél a képnél mindig azt mondom, hogy persze kell a képesség, de azért a szerencsének is nagyon nagy szerepe van, hogy olyan optika volt a gépemben, olyan film volt nálam, amivel ezt meg lehetett csinálni. Tehát utána már nincs semmi, előtte sincs semmi. Én egyszer azt láttam, hogy jön felém egy óriási test, egy nagy fehérség, én szinte nem is észleltem, hogy ez egy fekete bőrű táncosnő, és megnyomtam a gombot, ennyi. Nem, és több kép erről a nőről nem nincs, is készült. Nem készült. És az előadásról magáról sem? Arról készült, arról, de erről a táncról, erről nem készült. És ennek a képnek te a Pillangó címet adtad, és aztán lebeszéltek arról, hogy ne ez legyen a címe, hanem legyen az a címe, hogy Extázis. Na most, miért volt olyan könnyű téged erről lebeszélni? Én szerintem nagyon jó, hogy lebeszéltek, mert az Extázis sokkal többet jelent, mint a Pillangó. Azért te most elmondtad, hogy miért sikerült lebeszélni, mert a Pillangó az egy ilyen lágy dolog, egy olyan nőies, olyan kedves dolog, viszont az Extázis az egy kőkemény szó, hogy milyen extázis, ugye? Ebben a képben benne van a szex, benne van az élmény, szóval minden egybe van, mert az extázis szó nagyon sok mindent jelent. Tehát én azt hiszem, hogy gyáva voltam, amikor én Pillangónak neveztem, és nagyon hamar extázissá vált kollégák rábeszélésére. Most menjünk egyel tovább, ahol még mindig a táncról lesz szó, de nem olyan értelemben, mint itt a színpadon. Lakatos Gabriel az egyik leghíresebb balerina volt, és őről készült egy olyan képed a szabadban, ezt is mindjárt látni fogjuk, ahol ő úszik a levegőben. Repül. Tulajdonképpen egy kapus szokott így úszni a levegőben, amikor egy labda után megy. Hogyan tudott így fölemelkedni? Tehát tényleg úgy néz ki, mintha repülne Lakatos Gabriel. Na most elmondhatom a fotós trükköt, ami nem trükk, hát hogyha egy picit alulról ha egy kicsit alulról fotografálod, akkor mindig kevesebb van a földből, és felmegy az égbe. De Lakatos Gabi egy zseni volt, tehát ő tudott ilyet ugrani. Ebben a képben tulajdonképpen én azt szeretem, hogy tökéletesen van a lába, tehát ahogy kapus, az sose figyel arra, hogy még egyszer vissza tudjuk talán hozni a képet, és akkor ott hogy láthatjuk a végtagjai, hogy vannak. Igen, hát ez gyönyörűen a karja lefele tart. Tehát amikor például a műugrásnál így kell tartani a lábat, hogy a vízbe érkezésnél egyenes legyen, most is ugyanígy. Szóval ez egy póz, tehát ő képes volt arról. Szegénynek hányszor kellett ugrani? Egyszer. Igen. Ilyen tökéletesen megcsinálta. Volt ennek a képnek előzménye, ennek volt, a Havas Ferivel csináltunk egy pár képet, és vele. Ez tulajdonképpen a Lakatos Gabi villája előtt van egy nagy rét, akkor még a Kelenhegyi úton nem volt annyira beépítve, és mondtam, hogy menjünk ki, mert nem szeretném ezt szobában a kettőjük kapcsolatát megcsinálni. És ez a természet. És ezt is meg tudjuk mutatni, ahogy a Havas Feri ugrik. Ez jön a következő felvételen. Ugye gondolom itt igen, ez az. Igen. Hát Havas is valami olyan fantasztikus mozdulatot csinál, és az is hibátlan. Tehát mintha a toronyugrásban leugran a toronyról, csak épp nem érkezik a víz. Igen, hogy hárítsam el magamról, ezek iszonyatosan tehetséges emberek voltak, és pontosan érezték, hogy mikor mit kell csinálni, tehát érezték a gépet, tudták, hogy a Gabi egy fix pont, tehát a Ferinek kell ugrani, tehát nekik kell a mozgást kifejezni, és örömmel csinálták. Olyan volt, mint egy színpad lenne ez a rét. Na most, ami most következik, azon is vannak emberek, de nem az emberek a lényegesek,
hanem egy olyan pillanat, amit én nem is tudom, hogy hogy lehetett megcsinálni, a gőzölgő Széchenyi fürdőben van egy szabad nép fél óra, vagy nem fél óra, nem tudom. Fél óra volt. De valaki ugye ott felolvasott a szabad népből ezeknek az embereknek? A történet az nagyon egyszerű. Engem kiküldtek kezdőriporterként még a Dagály uszodába, hogy csináljak egy riportot. És hát hihetetlen unalmas volt, csak a gőz fogott meg engem, és egyszerre azt láttam, hogy a uszoda fele elindul valahova. És úgy mentem utánuk. És akkor ott volt egy úr, aki bement a vízbe, elővette a szabad népet, és annak idején bizony az üzemekben, munkahelyeken, irodákban is tartottak szabad nép fél órákat, amikor elmagyaráztak, hogy azoknak az újság. Főleg nyugdíjasok vannak ezen a képen, akik ugye nem tartoztak már sehova, nehogy kimaradjanak az instrukciókból, tehát a szabad nép fél órát tartott. Igen, de ha most még egyszer megnézzük a filmet, és előre elnézést kérek a vezérlőtől, hogy mindig visszahozatom, de ugye ebben az az érdekes, hogy figyelj. Párolog a víz, gőz van, és a szabad nép újságon semmi pára nincsen. Hát arra vigyázni kellett, azt kitartották fel magasba, hogy nehogy kár érje. Na hát az emberek feje is kint van a vízből, mégis egy kicsit elhomályosodott. Ez is az a bizonyos pillanat, hogy jól kell elkapni, hogy ne, láthat. De lényeg az volt, hogy a szabad népet lehessen látni. Tehát nem is az emberek ezért voltak. Ezért kapták külön jutalmat? Vagy nem. Akartak volna, hogy nem. Ilyen jó reklámja a szabad népnek, hát nem is tudom. Én azt hiszem, hogy a jutalom az, hogy most kiállításképp tudom használni, és így rácsodálkoznak az emberek, hogy ilyen is volt. Most még egy uszodai kép következik, de szerintem az inkább a Lukácsban készülhetett. Nem, az a fedett uszoda. A Margit-szigeti fedett uszodában? De a nyitott részen. A nyitott részen, igen. Ahol úszó leckét ad valaki ennek a bácsinak, aki úgy néz ki, mint Mahatma Gandhi. Igen. Nem nagyon tudom erről a hasonlatról elterelni a saját figyelmemet. Akkoriban így tanítottak úszni? Hát ez úgy volt, hogy volt egy rúd, azon egy parafa öv, és rálógatták általában a gyerekeket, és akkor az úszómester mondta, hogy egy-kettő, ez volt a karmozdulat. Aha. És a bácsi, aki akkor nagyon benne volt már a korban, nem tudott úszni, és meg akart tanulni. Na most ennek a képnek az a még plusz története, hogy mikor a Budapest Galériában volt a kiállításon, felhívott egy férfi, és azt mondta, hogy ez az ő nagypapája, mert ő megismeri. Hát Sántit egy kicsit, mert korban inkább dédnagypapája kellene, hogy legyen, de kért ebből egy kópiát, hogy hagyd tegye el. De én imádom ezt a képet, tehát, hogy valaki 71 éves korában meg akar tanulni úszni, ez olyan gyönyörű. De és az mennyire volt a parttól, hogy így, mert ez úgy látszott ezen a képen, mintha a medence kellős közepén. Nem, ez a medence szélén van, ugye rátámasztott a lábával, fogta az úszómester a rudat, és akkor időnként, ha gyerek volt, akkor úgy kicsit megmártott a vízbe, hogy viselkedjen rendesen. Isteni, és mikor maradt abba ez a divat, hogy így kell úszni? Az én unokáim már nem itt tanultak úszni, tehát én gondolom, hogy a 80-as években ez már nem nagyon, 70-es években már nem nagy. Ez 51-52-53. Na most visszamegyünk a színészekhez, mégpedig ahhoz a színész házaspárhoz, akik Magyarországon a leghíresebbek voltak, Rutka Éva és Latinovics Zoltán, akik különös módon fogadtak téged a bizalmukba. Most jön egy sorozat, miközben majd elmondod, remélem, hogy hogyan tudtál hozzájuk ilyen közel kerülni, hogy megengedték, hogy a lakásban... Én majdnem, hogy intim körülmények között. Igen. Ennek az útját mondanám el, hogy én nagyon jó viszonyban voltam mind a kettőjükkel, külön-külön. Latinovics Zoltánt először Debrecenben fotografáltam, az első filmjének a forgatásán Törőcsik Marival, és akkor én neki egy valamilyen ilyen szimbólum voltam, hogy a pályája akkor indult el, és én mindig bármit kértem tőle, azt megcsinálta. Uh-huh. Az Évával hosszú kapcsolatom volt,
gyereknevelési problémák, az ő lánya és az én fiam majdnem egykorúak, és mindig kérdezte, hogy te hogy csinálod, nem akar tanulni, az enyém se akar tanulni, tehát egy ilyen női viszony volt köztem, nem színésznő és fotográfus. És aztán ez a fényképezésben... Most itt állj meg egy pillanatra, és nézd meg a képet, hogy ez nekem olyan fantasztikus, ahogy itt... Ez egy igazi szerelem. Igen, tehát igen. Ez még a boldog pillanat. Igen, és ez az egész fotografálás ott átvilágította az, hogy ők nagyon szeretik egymást. De ennek a pillanatnak volt egy számomra tragikus része, amikor én nem tudom, hogy madar módon, mert azt mondtam az Évának, hogy ott van az éjjeli szekrényén egy Rómeó és Júlia kép. Várj egy pillanatra, az igen. Már mindjárt jön külön. De most még a boldog pillanatokat szeretném itt játszottak megtartani. Nekem, itt játszottak nekem, én akármit készítettem. Te mondtad, kértem, hogy Zoltán merengjen egy kicsit? Nem, akkor ő leült ide, és akkor éppen nem volt jelen, és akkor az Éva, a színésznő odaállt a képre, mint sztafázs, ugye ez a Latinovicsról szól. Tehát ők lazák voltak, játékosak voltak, mert megszoktak engem, tehát én ilyen bútortárgy voltam a lakásban, hiszen két napot előtte ott töltöttem fényképezőgép nélkül. És akkor mit csináltatok? Beszélgettünk, mondjuk főztünk, akkor lementünk a vásárolni, akkor az Oli elment színházba, hazajött. Tehát én 10-re mentem, és mikor már színházi előadás volt, akkor mentünk el. Tehát megszoktak. És én el is mondtam, hogy én azért szeretnék néhány napot, nem tudtam, hogy ez hány nap lesz, hogy ne arra gondoljatok, hogy itt most egy fotoriporter van, hanem éljétek a saját életeteket. És gondolom ez is például, ahogy az ágyon ott fekszenek. Igen, hát ez a hancúrozás volt, ez a vidámság volt, tehát van ezeknek azért egy-két olyan kép, ami fiókban van, és nem is fogom soha publikálni, mert az én erre nagyon adtam, hogy megmutattam. De azok amire... dehonestálóak? Nem, csak túl intimek, vagy nem akarták, uh-huh. hogy az... Te bemutattad nekik az egész sorozatot, hogy az egész sorozatot, és akkor arra 5 képre azt mondták, hogy ezt ne. Ennek volt olyan is, hogy az Éva nem elég jól nézett ki, volt olyan, hogy túl közeli volt a kapcsolat, tehát nem akarták, és miután annyi jó kép volt benne, nem hiányzott nekem ez az 5 kép. Ami nagyon nehéz volt, mert én MT-s voltam, akkor nekem azt ki kellett vágnom az anyagból ezt az 5 képet. A negatívokat. A negatívból, és ezt én még őrzöm. Majd valaki egyszer nyilvánosságra fogja hozni. Aha. Na és akkor most következik az a kép, amiről beszéltél, hogy, igen. Hogy megkérted őket. Hát, hogy az Éva asztalán, az éjjel szekrényén volt a Róma és Júliáról egy kép, amit szintén én csináltam. Ez volt a szerelmük, nem hajnala, mert Miskolcon szerettek ők egymásba, és az Éva kezébe vette a képet, és akkor még semmi érzelem nem volt, és azt mondja, felugrom ide az ablakpárkányra. Felült az ablakpárkányra, Zoli mellé ült, és úgy ránéztek a képre, és a pillanatban végig zuhant rajtuk az, hogy Uramisten, honnan, hova jutottunk, a Rómeó Júlia szerelem csúcsa, és ekkor már, amikor én ott voltam, ez nem volt egy abszolút felhőtlen kapcsolat, és... Mitől nem volt? Hát már az Oli nem táncolt ki ebből a kapcsolatból. Már ő akkor nem volt teljesen jelen a valós életben, illetve még többször volt jelen, mint nem. De hát akkor még nagyon fiatal volt, az, ugye nem volt szakállas, nem igen, volt... Igen, hát ez mondjuk 3 évvel körülbelül a halál előtt készült, 3 ami a évvel. Döbbenetes ebben, és nagyon örülök, hogy így sokáig itt tartjuk ezt a képet, ami a döbbenetes ebben a képben nekem, az a kifejezéstelen tekintete mindkettőnek, még az Évának is. Az Évának. Olyan mereven néz, hogy igen, még, mintha még kérdezné, hogy tartsuk még ezt a fotót itt. Igen, nem erről szólt, András, meg kell neked mondanom, arról szólt, hogy hova jutottunk. Tehát a Zoli már a semmiben néz, tehát ő már nincs jelen, az Éva még akarja tartani ezt a kapcsolatot, még ő
félti a kapcsolatot, ez a helyes kifejezés. És tulajdonképpen a fényképezésnek ez volt a vége, mert azt mondtam, hogy ezután én már nem nagyon tudok semmit csinálni, és akkor elmentem, nem tudom, hogy itt van-e az az erkélyes kép, amikor... Nincs. Ez volt az utolsó kép, hogy a Zoli már valahol néz a semmibe, az Éva még integet, még van, és én meg elmentem. Tehát ezután még ez az egy kép készült, úgyhogy... És aztán soha többé nem fotóztad őket? Nem. Külön-külön se? De igen, Zolit külön-külön, az Évát meg nagyon sokáig, hát hiszen ő nagyszerű színésznő volt, de magánemberként egyiket se. Tehát ez valahogy bennem is nagyon sok élményt adott, és leszívta a gondolataimat, és gondolom nekik is a velem való kapcsolat ezzel lezárult. Mert azért túl messzire nem biztos, hogy jó jutni. Tehát én nagyon sokat elmondtam azt, hogy az ember lélekben van ez a bizonyos fájtlak, amiket fel kell hát, lebenteni. De nem szabad nagyon mélyre menni, mert vagy harag lesz belőle, vagy nem lesz semmiféle kapcsolat. Tehát a titoknak azért kell megmaradnia, mert hogy a néző is, aki élvezi a képet, vagy látja, az is érzi, hogy itt még van valami titok, amiről én nem tudok. Uh-huh. És ennyi volt. Most következik egy olyan sorozat, ahol mindenki fáramászik. Igen. Tordai Teri, Béres Ilona, Kállai Ferenc, Kálmán György, majd mindjárt látjuk ezt a fáramászok sorozatot, Törőcsik Marival kezdődik. Ő valahogy így féltérden, vagy igen, bokára ereszkedve próbálja megmászni a fát, és aztán jönnek a többiek. Miért tartottad olyan fontosnak, hogy ezek menjenek föl a fára? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy vagy ezt tekintetted annak, hogyha te fel tudsz zavarni a fára valakit, akkor az már tényleg a tied, és akkor azzal már tényleg bensőséges viszonyba kerültél. Hát ez az utóbbi az igazság. Én azt mondtam, ha nekem a Kálmán Gyuri fára mászik, mint ahogy itt most akkor látjuk, mindenre hajlandó. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Gyuri mász fel, akkor akármilyen bolondságot kérek tőle, megcsinálja. Ezek a fotografálások, ez jókedvű munkák voltak, tehát ez jó hangulatban. Ez a fa például a Margit-szigeten van, 2-3 fa van ott a nagy réten, nem tudom, azóta kivágták-e vagy se, és az volt az én mércém ez a fa. Ha fára másztattam őket, és azt mondták, hogy oké, akkor már onnantól kezdve. De ezek a legkülönbözőbb időpontokban persze, ezek nem egyszerre, hát te, hogy ezek többét, majdnem 10 év vagy 12 évnek a története ez a fára mászás. Úgyhogy először pont a Törőcsik Marit másztattal a fára, igen. De ugye itt van Tordai Teri fantasztikus szépségében, és aztán még Béres Ilona is igen, fölmászik a fára, igen, ugye itt. De bennük van az egyéniségük, hogy itt van, aki a Tordai csak úgy kinéz belőle. Az Ili már felmászik, de fél, hogy le fog esni, és szóval azért annyi minden van benne, tehát nem csak fára mászott, hanem a belső lényük is ebben. Hát nézd, és ez hogy jutott az eszedbe, hogy na ez lesz az eszköz, amivel én ezeket idézővetéve megszelidítem? Azt hiszem, hogy a véletlen, mondom, hogy a Marit másztattam fel a fára először, az egy nagyon szép fotósorozatnak egy pillanata volt, és akkor úgy gondolkoztam rajta, hogy vajon hajlandó-e más is. És akkor következő a Kálmán Gyuri volt, és azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy a Gyuri erre hajlandó. De akkor mit mondta, Gyurikám, menjünk ki a szigetre, mert ott szeretnélek téged lefotózni. Nem, akkor már kint voltunk a szigeten, nekem egy ilyen kis polszki fiatom volt, és általában azt szerettem, ha én viszem ki, és nem ők jönnek kocsival. Letettük mindig a nagy szállónál, és akkor kimentünk a rétre, ott közel volt. És első felvételek ezek voltak. Ugye a fa nagyon jó staffázs, tehát jó neki támaszkodni. Szóval fel lehet oldani a kapcsolatot, és akkor egyszer mondtam, hogy nem akarsz felmászni, azt mondja, miért nem? És ez volt az indulás. És akkor úgy rájöttem, hogy ez valamit jelent, hogy
oldott vagyok, szeretnek engem, megcsinálnak mindent, vagy nagyon sok volt, aki nem volt hajlandó, vagy akit én nem mertem fel. Például Gábor Miklósnak eszembe nem jutott volna, hogy azt mondjam, hogy másszon fára. Például Avar Pistát megkértem, és azt mondta, hogy én ehhez már öreg vagyok. Érted? Tehát azért ez rengeteg jellembeli dolgot is jelentett. Azért nézd meg, hogy ezek főleg fiatalok, kivéve a Kálmán Gyuri, akkor már kicsit már beteg is volt. Tehát nekem mindig ő a mérce mai napig, mert én az egyik legnagyobb magyar színésznek tartom, és érdemtelenül felejtik el, és remélem, hogy a néző vagy emlékszik rá, mert sajnos ez... Hát legalábbis egy bizonyos korú néző hát emlékszik. Igen. A filmjeit, bár voltak szép számmal, azokat nem nagyon vetítik. Nem, de a színház meg elszállt. Hát neki volt a Tojás előadása, az az első úgynevezett nyugati, a Márcó írta, hát az egy hihetetlen élmény volt a Nemzetiben, hogy állt a sötétben, egyszerre csak az öngyújtóját meggyújtotta, és ott állt a Kálmán Gyuri, mint Yves Montand-szerű figura, ugye egy párizsi fiú, és akkor feljött a vetített háttérbe az Eiffel-torony, és akkor Olti Magdával zseniális előadás volt. Senki nem emlékszik. És hát egy utolérhetetlen orgánuma volt. Igen, ami igen, és egy utolérhetetlen gátlásos ember volt, akin ezt hasonlót én nem nagyon láttam. Tehát belülről ő egy olyan volt, mint hogyha egy ládát bezártak volna, és a kulcsot nagyon messzire eldobták. De nagyon szerethető. Ilyen kvalitásokkal. Igen, nagyon szerethető ember volt. Nagyon szerethető. És ő mindig azt mondta, hogy ő mindig másodhegedűs, mert ugye akkor a Nemzeti, de volt a Sinkovics Imre, Kálai Féré, Avar Pista, Básti és a Kálmán Gyuri. Egyenrangú volt, ő magát sorolta hátra, mert a gátlásai mindig azt mondták, hogy én nem. Pedig szerintem egyenrangú színész volt, sőt. Tehát egyeseket a fáramászással próbáltál magadhoz édesgetni, mások pedig egyszerűen beengedtek az otthonukba, és egy egészen, hogy mondjam, intim, enteriőr helyzetben engedték magukat fotózni. Most megmutatjuk Hámori Ildikót. Ez a hálószobája a Hámori Ildikónak. Hát egészen elképesztőnek tartom, hogy ezt ő megengedte, hogy egyrészt megengedte, hogy hogy néz ki a hálószobája, másrészt ugye ott lefeküdt így kacéran, vagy fél kacéran a rökamére, vagy a díványra. És engedte, ez is azt hiszem két napi munka volt, egész más jellegű, mint az Évvájéknál. Akkor a Szinetár Dóra kislány volt, és akkor volt egy ilyen anya-lánya kapcsolatot, fotografáltam, ott kutyát sétáltattak, füvet nyírtak. Tehát minden butaságot, amit kitaláltam, megcsináltak, és akkor szépen lassan másztunk be a lakásba, és a lakásba pedig már a Dóra nem, mert ő akkor még gyerek volt, de van ennek a sorozatnak olyan része, hogy a gárdróbba ruhát válogat, hogy a konyhába főz, tehát nagyon könnyű tulajdonképpen, ha az ember nem él vissza azzal, hogy én olyan viszonyban vagyok, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát most azt mondom, hogy bulvár, akkor nem volt bulvár, de ha én ezt most csinálnám, egész biztos, hogy én nem engedném ezeket megjelenni, mert ezek nem celebek voltak, hanem művészek voltak. De nekik is szükségük volt még a 70-es években is. Sőt, a 80-as években is szükségük volt, de volt is lehetőségük, mert ha én ma csinálnám ezt az anyagot, mondjuk nem akarok nevet mondani, hol jelenne meg? Maximum valamelyik hát a Story magazinban vagy a Bestben. De vigyázz, az már determinált. Tehát mondjuk egy Kálmán Gyuri, ha élne most, és én azt mondom, hogy csinálok egy riportot, és az megjelenik a Bestben, azt mondta, hogy arra az ajtó. Vagy a Nőklapjában. Az még igen. Szegő igen. Andris elbeszélget igen, vele. Igen. És... Csak az, hogy akkor a Szegő Andris dominál, és nem a fotó. Tehát azért most nem látsz olyanokat, hogy képriportok. Tehát az én időmben virágzott az, hogy képriport, hogy nem volt szöveg, nem újságíróval mentem ki, vagy mentünk ki, hanem mi
írtuk meg képpel azt, amit ti megírtatok tollal. Tehát ez a műfaj tűnt el, hogy képriport. Mert nincs terület, hol jelenjen meg. Én hát még amikor én a képesportnál dolgoztam, akkor volt képriport. Igen, igen. Két oldalas képriport. Ez tulajdonképpen a rendszerváltással tűnt el, mert azzal tűntek el ugye a Filmszínház, Új Tükör, a képes magazinok, és aztán jött egy nagy űr, a napilapok nem tudnak ilyet csinálni. Furcsa módon a Magyar Nemzetnek volt egy képes melléklete, ami próbált képriportokat csinálni, és most az online-ok kezdenek ilyen, úgy hívják, hogy galéria, igen. Amiben vagy egy témát dolgoznak fel, vagy egy fotóst mutatnak be, úgyhogy, és ezt ennek én nagyon örülök, mert hiába csinálod a legzseniálisabb anyagot, ha nem tudod megmutatni, akkor az felejték. Igen, de a képriportnak az volt a sajátossága, hogy ugye kinyitottam az újságot, és akkor a két oldalon egyszerre láttam az összes az képet, egészet, igen. És akkor kezdtem úgy böngészni. Igen. A galéria, akkor meg ott van egy nyíl, egyet látok, igen. Akkor kell igen. Mennem a következőre, nem látom már igen. Az előzőt. Igen. Tehát hát más egy kicsit. Persze, én nekem azért van bajom a digitális fotográfiával, mert azt se látom egyszerre, tehát nekem az a kép, hogyha kézbe tudom venni, kiteszem az asztalra, hiába teszem fel a képernyőre, és tudom kezelni, és tudom, hogy mit kell, nem ugyanaz. Tehát az érzék, az anyagszerűség múlt el, mint hogy elmúlt a labornak az illata, tehát egy előhívott film, vagy egy fixírból kijött kép. Hát ezek csoda illatok igen. voltak. Egy héttel ezelőtt Koltai Lajos mondta azt, hogy milyen illata volt annak a filmnek, amit az ember befűzött a kamerába. Hát, de annak, hogy én cseréltem gyorsan filmet, mert olyan géppel dolgoztam, ami kazettás volt, egy Hasselblad-tal, és az megérezni, hogy más illata volt a színes filmnek, más volt a színes negatív, és más volt a fekete-fehér. Sőt, még mondok olyat, hogy a Forte film, az Agfa és az Ilford között is illatbeli különbség volt, hogy tulajdonképpen nem is igazán kellett megnézni a dobozt, mert pontosan tudtam, hogy melyik filmet veszem a kezembe. Ez még mind nincs. Ha már a Hasselbladot említetted, milyen gépekkel dolgoztál? Honnan, meddig jutottál el? Hát gondolom azért pajtás géppel nem fotóztál. Én azt azért valószínűleg tudod, vagy tudják a nézők, hogy én nem abból a sorból kerültem ki, hogy akik fotográfusok akartak lenni. Amikor én szembesültem az, hogy én fotografálni szeretnék és fogok, akkor már egy profi közegben voltam. Tehát az első gépen lesütöm a szemem, egy Rolleiflex volt, amit mai napig őrzök otthon. Mm-hmm. Rolleiflex is tele rollival, ezzel készítettem az első felvételeket, és akkor ahogy öregettem időzőjelben, mindig kaptam jobb és jobb gépeket, akkor a következő volt hát számomra a csoda, a Practicix, ami egy konstrukciójában hihetetlen gép volt, de egy olyan optikája volt, ami a berlini olimpiára csinálta a Zeiss, de egy olimpia szonnár, tehát olimpia neve volt a gépnek. Ezek a képek 90%-a azzal készült. Uh-huh. És utána jött a minőségi váltás a Hasselblad, ami hát ugye egy példány fenn van a Holdon, ugye ezzel reklámozták, hogy azt vitték fel. Mint MT-s nekünk nem volt megengedve, hogy kisfilmmel dolgozzunk, mert sose lehetett tudni, hogy mire használják a képet. Csak 6x6-os. Csak 6x6-osra, vagy annál nagyobbra. És hát az nekem egy óriási felszabadulás volt, mikor a tükörhöz. De miért nem engedték meg, hogy ennél kisebben? Mert hát, ugye a 24x36-osan csinálsz hát, kémfotókat? Nem, vagy egy méterszer, két méteres nagyítás, vagy négyszer, ja, öt azt méter. Nem bírta volna nem, el egy már. Vásárokra, uh-huh. Kiállításra, stb. Azt nem bírta volna el. Tehát minimum 6x6-os, vagy annál nagyobbra. Úgyhogy az egy mámor volt. Hogy amikor már én és akkor Nikonos lettem, tehát végén, igen. Igen, mert ahogy a reklám is mondja, sooner or later Nikon. Igen, igen. Előbb vagy utóbb az ember összetalálkozik a Nikonnal, így van. Fotózni. Most talán az egyik leggyakrabban fotózott színésznőt következik, Töröcsik Mari, akit már egyszer a Fán láttunk, de most egy sorozatban látjuk, egészen
érdekes helyszíneken. Ez nem tudom, talán ez vagy a Fő utcában készült, vagy Sopronba? Nem, ez a Magyar utcában készült. Magyar utcában készült. Ennek is története van, mert a Mari, mikor az első Cannes-i fesztiválra kiment a Körhintával, ő egy kislány volt, nem egy sztár volt. És hát akkor nem ruházták fel pénzzel ugye a színészeket, hogy öltözködjenek. És a Marinak volt egy varrónő ismerőse, egy idősebb hölgy, és az lakott a Magyar utcában, és az varázsolt neki a legkülönbözőbb dolgokból az esti ruháját, a mindennapi ruháját. És onnantól kezdve a Mari odajárt, ez még nem az első Cannes-i fesztivál volt, ez a második vagy harmadik, amire kiment. És ennek csoda hangulata volt, mert olyan múlt volt minden, tehát egy varrónő volt, igen, ami már azért a 70-es években se olyan megszokott dolog volt. És én ott csináltam, nem tudom, hogy van-e még kép. Van, persze. Ez például a Latinovics film forgatásánál készült, amit mondtam, ahol én megismertem a Marit. Itt a műszaktól kapott egy focilabdát, mert nagyon szerették őt. Tovább megyünk. Ez az a bizonyos szigeti sorozatnak az egyik része, egy padon ül. Ebben van egy fagylaltos rész, nem tudom, hogy az itt van, lesz fagylalt is. Fagylalt is lesz, de előbb egy szemüveges. Igen, igen. Hát ez is olyan, ugyanolyan játék volt, mint a többi, vagy az Évaéknál. Itt a fagy is. Ugye látszik, hogy jól éreztük magunkat. Érdekes, hogy nem vetetted le róla a napszemüveget. Hát volt olyan, ami nem volt rajta a napszemüveg. Hát ez is a játék egy része volt. Na most ez a legelső kép, amit én a Törőcsik Mariról igazán csináltam, ez a Fészek klubban volt, egy szilveszter éjszakán, és az, aki fogja a kezét, az a Bodrogi Gyula. Aha, csak ő nem látszik. Csak ő, csak a keze van, és a Mari ilyen önfeledten szórakozott. Azt hittem például, hogy ez egy filmforgatás. Nem, ez részlete. A Fészekben volt, a Fészekben. Uh-huh. Úgyhogy egy jó este volt. Na most ezek az úgynevezett 70-es években, hogy mi elképzeltük, hogy egy sztárfotó szülessen, aha, ugye, környezet nem volt, de a színész megadta a levegőjét. Én úgy érzem, hogy ez lehetne akár Amerikában is, mert... És aztán vele is fogadtál bőröndöt a kezébe, de igen, nem kettőt, mint Tímár József, hanem csak egyet, a másik egy ez sportrásba. Azért van a bőrönd, hogy indul Cannes-ba. Ez volt az utolsó kép. Na most nem tudom, hogy észrevetted, de hogy kalap majdnem minden képen van. Igen. Mert a Mari és a kalap az egy, az elválaszthatatlan. Imádja. És akkor, hát itt jön egy nagy évődös igen, kép. Ez az eddig, sokáig gondolkoztam, hogy ki a baloldali ember, aztán rájöttem, hogy Tordi Géza. Igen, nem mindenki jön rá. Ez Siófokon volt a Nemzeti Színház üdülőjében. Igen. Nagyon jó kedvük. Akkor van. Kezdődött a Tordi Gézával a Marinak a kapcsolata, úgyhogy nem jó szemmel nézték a fiúk, hogy lecsapja a kezükről a Marit. Ez pedig egy ilyen dáma. Hát ez, igen, ez már később volt. Ez most vasárnap nyílik Balaton, vagy szombaton Füreden egy kiállításom, és annak a meghívóján ez van. Ez a régi nyár a József Attila Színházban, és ennek a története az, hogy a Seffer Jutka tervezte a ruhákat, és a Mari azt mondta, hogy én olyan vagyok itt, mint a Honti Hanna, de mit csináljak a kezeimmel, és akkor az Judit odaadott egy szál rózsát neki, és abban a pillanatban minden, hát játszott. Na most, aki jön, az az egyik legjobb barátnőd, Béres Ilona, őről is van néhány képünk, különböző életkorokból, nem itt a legfiatalabb, majd jönnek fiatalabb képek is, de ebben a nézésben is minden benne van. Én a Béresilivel úgy találkoztam először, hogy a Vígszínházban a Turzónak a Hátsó ajtó című darabjában, mint főiskolás játszott, és felment a függöny, és ott ült egy majdnem ismeretlen színésznő, fekete egy kis fekete kombinében, pici pánttal, és az egész, volt bérlet, és az egész nézőtér felhördült. Igen. És onnan ott kezdődött a mi barátságunk, és tart a mai napig, tehát furcsa azt mondanom, hogy talán a legjobb barátnőm, és naponta többször is beszélünk egymással, és mindig ott folytatjuk, ahol abba hagytuk.
nagyon jó fotóalany. Mi voltunk együttként Párizsban 3 hétig 70 dollárból, úgyhogy volt olyan nap, hogy csokoládét és bagettet ettünk, úgyhogy az egy jó dolog volt, uh-huh. és akkor láttunk először olyan filmeket, hogy a Numero 1, a James Bond filmek és aha. ilyeneket, és ültünk kicsi moziba hátul. Ez például, ami az előző, az az esküvői ruhája volt a Marinak. Illetve az Ilonának. Illetve az a Béres Ilinek, ez a házuknak a kerítésén. Tehát minden el lehet játszani, tehát tulajdonképpen ezek a tárgyak, staffázsok arra szolgálnak, hogy oldódjon én is, meg ő is. Igen. Na most kicsit nagyon fogy az időnk, ezért most így beüzenek a vezérlőbe, hogy most azt a képet szeretném látni, ahol egy női modell van egy kalapban, mert az valami egészen elképesztő. Igen. Igen, ez hát, olyan, mintha a Vogue címlapján. Igen, de ez nem egy női modell, ez egy táncos nő. Ez egy táncos nő, aki feljött a műterembe, ez már a tükör utáni korszak volt, és megpróbáltam valami más csinálni. Ez a Blaskó Bori volt, aki játszott. Tehát nem táncolt, hanem uh-huh. nőt játszott. Igen, de fantasztikus igen. ez a kép. Egyáltalán nagyon jó, hogy egy nő, egy színésznő, vagy bármilyen nő kalapot visel, mert egyrészt a kalap mutatja az egyéniségét, másrészt pedig az mögé el lehet bújni, abból ki lehet kacsintani, tehát az nagyon sok mindenre enged kezdetni. Van most a következő kép, az arról a színészről készült, aki igazából nem engedett téged közel magához, Gábor Miklós. Így van. Legalábbis egyszer, amikor vezettél egy tárlatvezetést tartottál, akkor ott azt elmondtad. De ez a kép, ez valami olyan fantasztikus, tehát itt, ha valaki azt mondja erre az emberre, hogy ez egy híres francia színész, akkor elhiszem. Igen, igen. Hát ő egy mi baj zseni. Van Gábor Miklóssal, vagy köztetek levő nem tudom, én mondjuk a Hamletet is fotografáltam, és nem feszültség volt, csak ő nagyon nehezen nyílt meg, tehát nekem nem őt nyílt nem meg. Őt nem tudtad volna a fára fölküldeni, nem. Mint elmondtad. Igen. És itt aztán van ez a kép, nem tudom, ez melyik darab. Ez a téli, nem a Viharnak a próbája volt, aha. Prospero próbáján. Én nagyon szerettem őt fotografálni, és nagyon tudtam őt fotografálni, de emberi kapcsolatot nem tudtam vele teremteni. Tehát ha bármit megkértem, azt mondta, hogy oké, Éva, persze, csináljuk, de nem tudtam tőle megkérdezni, hogy hogy aludtál, vagy mit reggeliztél. Tehát ott volt egy fal. Nem tudom, hogy aki most jön, Harkányi Endre, attól megkérdezhetted-e, hogy mit reggelizett, vagy mit nem. Hát az de a kérdés, hogy milyen hangulatban volt. Igen, de ez a kép, ez nekem azért fantasztikus, mert én ahhoz már hozzászoktam, hogy ez egy jó trükk, hogy ott ül valaki egy tükör előtt, és akkor kétszer jelenik meg ugyanazon a képen. De hogy háromszor jelenjen meg, az eléggé példa nélkül. Igen, hát ez hála a Víg Színház öltözőjének, ahol ilyen nagyon sok tükrös. De ott két tükör is ott volt? Két tükör, egy ilyen behajtható tükör van, de én ezt a képet azért szerettem, mert ez a színész előadás után. Tehát amikor lement az előadás, és kiment az ihlet, kiment a hév, és ott marad a puszta ember, a színész, aki visszaváltozik olyan emberre, mint te vagy én vagyok. Mm-hmm. Aki a következő, az én fiatal korom nagy ideálja, legalábbis szépség ideálja, Dőri Virág, remélem, hogy meg tudjuk mutatni. Igen. És ebbe a képbe az a fantasztikus, ahogy néz. Tehát ilyen gyönyörű szemeket. De gyönyörű szemei vannak mai napig a Virágnak. Nem azt mondom, hogy úgy voltam bele szerelmes, de ilyen plátói módon nagyon-nagyon én meg kell neked vonzott. Mondani, hogy az összes színésznők között a legkedvesebb alanyaim Béresbe értve, Dőri Virág az, akit gyönyörűség fotografálni, mert minden tökéletes volt rajta. Ezt a képet azért szerettem, mert ez teljesen természetes fénybe, egy lakás belsőbe készült, és semmi más nem volt, csak rám nézett. Tehát
és ragyog a szeme. Tehát te, mint néző, aki nem tudod a történetet, az is ilyen a szemét. Igen. Kell mondanom, hogy van egy Juan Gyenes nevű magyar származási, ő a virágot fotografált, egyszer kim volt a Makkarcsival Madridba, és én találkoztam később vele, és azt mondta, a legjobb alanya volt a Dőri virág. És most két tulajdonképpen tragikus képpel szeretném befejezni ezt a beszélgetést. Az egyiken a tragikusan rövid ideig élt Tímár Béla látható egy fantasztikusan vidám képen, egy színes képen, amikor bohóc. Igen. De a szemében már ott van a tragikus Az elmúlás. Én nagyon szerettem őket, a Ferenczi Krisztinát és a Tímár Bélát, ők férj-feleség voltak, és tényleg az életük egy tragédia volt. Gyerekük született, ikergyerekek, már két nap múlva meghaltak, a Béla agydaganatban halt meg, és amikor én ezt fotografáltam, akkor azt mondta Béla, hogy csináljunk valami mást. Mert ugye mi mik vagyunk, bohócok vagyunk. És képes volt kifestetni magát, és úgy eljönni a fényképezésre, hogy ő bohóc volt. De van szomorú bohóc a világon. Igen, és én akkor azt kérdeztem, hogy miért nem fehér bohóc vagy. Tehát ha már bohóc, akkor miért nem? Azt mondtam, mert én, amit mondtál, én szomorú vagyok. Én nem nevettetek. Én sírok. És hát az utolsó kép az Tímár felesége, Ferenczi Krisztina, aki egy gyönyörű színésznő volt. Majd egy kiváló újságíró. És utána egy fantasztikusan jó oknyomozó újságíró és ez, kollégám és volt. És egy gyönyörű nő volt. És hát ezen látszik. Én hát nekem ezen van látszik. Az életemnek 4-5 olyan képe, amit azt mondtam, hogy ezért érdemes volt ezt a szakmát csinálni, és ez az egyik. És a tragikus az, hogy a temetésén és az én képem volt kitéve, hihetetlenül szép nő volt, hihetetlenül okos nő volt, és mindenképpen látszott az esze, a belső tartása, és az élete végén ugye ő nagyon nehéz körülmények között élt, és megtartotta mindig az önbecsülését. És ha az oknyomozó újságírás nem járt volna ennyi stresszel, akkor igen, talán még most is itt lenne. Így van. Közöttünk. Annak viszont nagyon örülök, hogy te itt vagy, és te még legyél itt nagyon sokáig, és nagyon köszönöm, hogy ezt a heti tévés tárlatvezetést is megtartottad. Ez volt a kultúrfelelős viszontlátás a jövő csütörtökön. We'll be right back.